Pár hete benne voltam Manin videójában, semmi extra, igazából arról beszélt, hogy nagyon befutóban van a csatornám. Úristen, ez nagyon-nagyon-nagyon gyenge volt. Bocs, haver. Ezt onnan tudtam meg, hogy elkezdtek írogatni haverok, hogy láttak a stream összefoglalóban. Egyből fel is mentem a ne haragudj csatornájára, de nem tudtam, hogy melyikbe lehetek, mert hogy a srácnak elég rossz a marketing érzéke, és nem engem adott meg címnek. Manin tartott egy live-ot Twitch-en, itt egymás után több dologra is reagált, aztán ezt összevágta és feltöltötte YouTube-ra. Ezeknél nyilván azt adja meg címnek, amire azt gondolja, hogy a legtöbb nézőt fog hozni, vagy amit ő maga a legérdekesebbnek gondol. Ez így van. Teljesen így van. Az alkalommal pont Csani Channel után lettem megemlítve, és róla is lett elnevezve a videó. Csani tudnélik egy 10 éves srác, és a reakció oka igazából annyi volt, hogy kiadta magát öregnek, és felment Tinderre csajozni, vagy valami ilyesmi. Én ezeknek a videóknak nem a mellékszereplője akarok lenni, hanem a sztárja. Ezért inkább felmentem Tinderre úgy, hogy nőnek adtam ki magam. Ezt az egészet én egy egyhetes próbának akartam megtartani, de igazából csak 3 napig bírtam. Amúgy ez nagyon jó, hogy konkrétan abból a videóban, amit én csináltam, merít ötletet. Én imádom a csajoknak a társkereső üzeneteiket olvasni. Olyan szekunder szégyenérzetem lesz az összestől, hogy az elképesztő. Rendszeres programnál, amilyen első randikon meg hasonlókon, hogy az adott leányzónak a kellemetlen társkereső üzeneteit olvasgatjuk és poénkodunk velük. Bocsi, nem vagyok egy túl jó ember. Wow, esküvő tartalmakat csinál. Amúgy nem rossz, nem rossz. Igazából, ja. Nem is rossz. Ádám módra. Shoutout Ádám módra. Neki még a mikrofon állványa is valószínűleg jobb, mint az enyém, mert az enyém az mindjárt szétesik. Ezeket át is szerkesztettem arcalkalmazásba, hosszú haj, egy kis alapozó effektus, nagyon kis változtatás a mosolyomon, szememen, stb. Aztán még egy kis utómunka a képboltba, és hibátlanok is voltak a fotók. A nevem Éva lesz, gondolom ez érthető. Ah, Ádám és Éva. Hihi. Nagyon jó. Hogy lepj meg, mert 90%-ig biztos vagyok benne, hogy Tinderen nem lehet képet küldeni, de ezt majd még meg fogom bánni. Majd meglátod, hogy miért. Nem jaj, akartam ne komplikált leírást adni Évának, mert mi van, hogyha valaki hirtelen érzéseket alakít ki irántam. Elképzeli a közös gyerekeket, nagy esküvő, szép ház, házi állatok, egy cica, egy kutya. Közös jövőbeli hobbikat néz ki, kinéz egy táncos klubot. Ahova igaz... Ha mondjuk az ilyen ember, az valószínűleg nagyon gyökér. Na ezek után elég gáz, hogy Ádám ül a telefon másik felén. Az álmai csaja, akivel napok óta beszélgetsz, lehet, hogy egy férfi. Ezt elintéztem, bezártam az appot és elkezdtem készülődni, legközelebb 20 perc múlva néztem rá, és 99 plusz lájkom volt. Észrevettem, hogy bárkit jobbra húzok, az egy meccs lesz, fix. Olyan érzésem volt, mintha egy játékot játszanék, és a legeslegkönnyebb fokozatra állítottam volna mindent, vagy... Amúgy ez kemény. Ez mi a fasz? Szerintem Éva fél óra alatt annyi lájkot kapott, mint Ádám egy 3 hónap alatt. De volt, aki úgy kezdett, hogy hey yo, csak instant tudnék meglepetést küldeni, ha ragaszkod. Értitek, a padlizsán kép be van készítve, csak várj, hogy elküldhesse. Viber, Insta, posta, tök mindegy. Az esó, ki akarna látni a f***t? Létezik olyan nő, aki kajakra örül annak, hogy valaki elküldi a f***t? Tényleg jó, jó, biztos, hogy létezik, de ez nem hiszem, hogy a többséget képzi. Szia, a te fejedben is az jár, hogy milyen jól mutatnának a neveink az esküvői meghívón. Igen, Ádám, Évával tényleg nagyon jól néz neki, de hogy őszinte legyek az eredeti énemmel is. Ádám és Ádám, mekkora flash lenne, mint az MM Dance. Szia, nehéz valakit úgy meglepni, hogy nem ismerem. Ha egy kicsit melegebb lenne, valószínűleg egy vitorlázás lett volna a meglepetés, de télen csak egy korcsolyázás férne bele, persze csak ha van kedved. Csak úgy tudsz valakit meglepni, hogy ismered. Ha hazamennél munkából vagy iskolából, és ott állna a házad közepén egy csávó maszkban, egy baltával a kezébe, akkor te nem lepődnél meg, hanem először oda mennél hozzá és bemutatkoznál, hogy jaj, szia, Andris vagyok, örülök, hogy megismerhetlek. No copyright! Kérsz esetleg egy kávét vagy egy pohár vizet? Mit keresel a házamban és mit akarsz? Az egyik legérdekes... Amúgy jó, jó az editing. Teljesen jó az editing. Én kaptam 4 vagy 5 szuperlájkot a 3 nap alatt, és nem vagyok egy ilyen expert a társkeresőkön, de a szuperlájk az pénzbe kerül, nem? Tehát az én szemem... Hát olyasmi, igen. ...előtt kb. Az lebeg, hogy ha van prémiumod, akkor kapsz napi valamennyi szuperlájkot, vagy egyesével lehet érte fizetni, egy vagy nap kapsz egyet, nem? Vagy egy héten kapsz egyet? Vagy hogy van ez? Ingyen is lehet kapni egy szuperlájkot, azt hiszem Tinderen. Ezt valaki tudja, chat? 352 ember van itt. Számoljuk, hogy abból mennyi múlt el 18 éves, akkor maradt 3 ember. Attól a 3 embert kérdezem, hogy ez így van-e. Tehát emberek pénzt költöttek arra valamilyen formába, hogy Éva biztos észrevegye őket. Köszi, srácok, észrevagytok. Ingyen nem is lehet már ingyen, de régen lehetett. Régen kaptál egyet, azt hiszem.
Bruh. Az egyik ilyen asznak az volt a leírása, hogy ne húzz jobbra, hogyha tudod, hogy nem fogsz reagálni. Nem akartam rosszul érezni magam, hogy nem reagálok, ezért nem húztam jobbra, de aztán meg rosszul éreztem magam, hogy szuperlájkolt, elpazarolta rám úgymond a pénzét. Bocs, tesa, ügyünk meg egy sört. Rájöttem, hogy miért nem használom a telefonomat magyarul. Az előző videómból tudhatjátok, hogy Facebook társkeresőn is fent vagyok. Facebook társkereső olyan is van? Ádámként. És akkor ott, mikor összedob egy csajjal, akkor nyilván kiírja, hogy itt a meccs. Angolul. Na de magyarul. Te és akárkicsoda egyezésként jelentetek meg a társkeresőn. Á, hallod, mennyire tűz lenne, hogyha egyezésként jelennék meg a törésemmel. Na jó, ez soha nem fog megtörténni. A törésemmel. Nem is értem, de tényleg ezt egy francia ember fordította, aki ismert valakit, aki már tanult magyarul, vagy micsoda? Szia! Hát abban a helyzetben vagyok, hogy nagyon béna csajozós dumáim vannak, amivel inkább nem is próbálkoznék, mert nálad szebb csajt még eddig nem láttam, és nem szeretnélek elijeszteni a Y-esével. Szóval valamikor van kedved eljönni mondjuk korcsajázni? Nem tudok, de egy randi keretein belül felvállalom a kékzöld foltokat is. Pretty, pretty please. Ez cuki, de elég gáz. Nem hiszem, hogy ez bármelyik nőnek imponálna így. Kivéve, hogyha mondjuk hatalommániás. Te nem szereted magad láthatóan, és azt szeretnéd, hogy más szeresse? Miért kell a kezdetben már lebénázni magad, és ez a csizmás kandúr nézés? Real. Igazabban W Riz. Tesó, el tudod képzelni, hogy ezt az üzenetet elolvassa egy csaj, és úgy reagál, hogy hallod, ez a srác a bének. Ez a videóban volt most. Erre nem válaszoltam körülbelül 10-15 percig. Egyébként szent este volt. És ez a 10 perc, amíg nem válaszoltam, elég volt arra, hogy nem értem, most álltunk párba, írtam, majd eltört mindkét kezed? Vagy a telefon dobtad el? Az kemény köcsög. Miért olyan hihetetlen, hogy az embernek van élete? Nem lehet az, hogy Éva kiment mosdóba, jobbra húzott egy pár embert, majd visszament a családjához? Vagy nem lehet, hogy munkája van? És két óránként 10 perc szünete van? Vagy gyerekei? Vagy nem ideje. Lehet, hogy meghalt és nem tud írni? Ez volt az a pont, mikor rájöttem, hogy én bizonyos embereknek a napját, vagy akár a szent estejét rontom el azzal, hogy meccsel velem. Ez több mint szomorú, de úgy voltam vele, hogy inkább törlöm a profilomat, mert rájöttem, hogy basszus, valakinek már ennyi is elég, hogy meccselsz vele, és már így is játszol az érzéseivel valamilyen formába. Tehát nem is értem tényleg, hogy ez... Hogy ez ki... Hell no, bro. Hölgyeim, minden elismerésem. Köszönöm a figyelmet, iratkozz fel, nyomj egy lájkot, és mint mindig, további szép nap. Van egy olyan videója is, hogy nőnek adtak imat. Ja, de ez ugyanaz. Ja nem, ez a TikTokon. A TikTokon. A 100 legnépszerűbb TikTok profil közül 77 a szebbik nemet. Na jó. Ezt is megnézhetjük. Mikor megtetszik egy srác, de iPhone 7-ese van. Nyugi, nem komolyan gondoltam, csak polgárt akartam pukkasztani, mondhatni sikerült is, le lettünk aranyásózva. Mikor megkérdezett, hogy mikor született, és kiderül, hogy nem illetek össze. Ezt a videót már nagyon rég meg akarom csinálni. Több mint fél éve iszogattam egy csajjal, egyszer csak megkérdezte, hogy hány óra, hány perckor születtem. Valahogy válaszoltam neki, és levont valami következtetést a személyiségemről. Ezeket az embereket kerülni kell. Ezt én mondom, nem ő. Ezeket az embereket kerülni kell messziről, amilyen messziről, csak tudod, ne is menj a közelükbe. Ezek rémes videók, és tök jó tudni, hogy nem kaptak csak azért nagy figyelmet, mert hogy egy fiatal lány vagyok. Most csináld meg úgy, hogy 13 éves lány vagy, és fiteljünk abba a videóba szerintem. Van egy-két trükk a tarsajomban, maradjunk annyival. Kedves Drillt. 2200. Új, kaptunk alá egy új beatet. Én csak csokit veszek a pénzből, nem lopunk sohasem kézből. Kifelé soha nem bújjuk a fénytől, Isten büszkén néz le az égből. Minden nap hétkor fekszem, segít egy anyának legnagyobb flexen. Tanulásod eszem nem a szexen, kiáll nekem a jutalom kekszem. Mi a fasz? Szedd fel a szemetet, a dobd el. Mi a fasz akarsz, te mondd el, szemetelsz téged, kiüt a boxer. Mi az? Eldobtad a dekket, te pimasz. A környezetek nincs már vigasz, a környezet védelem fontos, ez igaz. Amúgy ez adja. Ez nem rossz. Erről nincs link, ezt én kaptam privátba. De nem rossz, amúgy. Sziasztok, én Spriccelek vagyok. A mai videóban reagálni fogok a top 5 fingás hangra. Utolsó fingás macska, nyugtatós és ízletes. Köszönöm, hogy megnéztétek, én Spriccelek voltam. Sziasztok! Ja, volt egy, amit rólam csináltak. Meg Bandiról. Nem viccelek, új videót töltött fel. Érdekesnek tűnik. Top 5 legszőrösebb kutya. 5. Azta, ez tiszta szűrös. Most lett elég. Mond. Ott vagyok, mi a f***sz? Megyünk tisztogatni. Hova? Ide.
Vigyázz, majdnem. Mi a beleléptél. Miért? Mi ez? Ahogy sejtettem, Elexar. Oh, és mi ez a hely? Valamiben fentes YouTube raktár. Itt tartják a fontos papírjaikat. Gyújtsuk fel őket. Mi volt ráírva? YouTube raktár. Itt tartják a fontos papír. Hogyan ne csúnyázz nézővel. Hogyan ne csúnyázz nézőkkel. Gyújtsuk fel őket. De nincsenek itt. Mármint a dobozokat. Az a póló van rajta, amit kértem. De nincsenek itt. Mármint a... Az a póló van rajta, amit kértem a videóba, geci. Én egy olyan pólót akarok, hogy ezt most leszkrínelem, ezt az egészet, és azt rá pólomra. Shoutout Dr. Feci. Iratkozzatok fel a Dr. Fecire, hát ez mi ember? Ez a tag egy isten. A dobozokat. Oh. Ne olyan gyorsan. Hervi? Nem, őt megismerem, ez Frontin Boy. Elég, elég. Hörbi átváltozott Lil Pippé. Elekek, kapjátok el őket. Jönnek az elekek. Ti akartátok. Sörportál, megidézlek. Ajjaj, ellopták a kontented, Mannin. Bandi, én vagyok az igazi, őket lőd le. Nem, én. Hazudnak, őket lőd le. YouTube-on sok az ebdofil. Csak egy módon tudom eldönteni. Tudja, volt az igazi. Meséljetek a hős tetteimről, és aki butaságot mond a szájával, lelövöm. Emléksz? A szájával. Te, amikor teljesítetted az egyik nézőt kívánságát. Kedves károgó Bandi úr, kérlek hozd vissza apukám. Köszönöm. Hú, nem emlékszem. És arra, amikor adományoztál a szegényeknek? Nem. Vagy amikor segítettél annak a szegény özvegynek? János, mit csinálsz itt? Itt van egyáltalán az igazi Mannin? Igen, tudok róla, hogy megmentettél egy idős nénit. Ne néni, ne bántsa magát. Ha, meg fogom öngyilkolni magam. Csak egy dolgot tehetek. Ez valóban így történt. Végre vége. Mi a geci? Menjünk haza és streameljük, ahogy csókolózunk. Mi? Mi? Ha tetszett a videó, iratkozz fel. Lőd le a like gombot is. Ezt nem tudom kommentálni. Akarok írni valamit, de nem tudok mit írni. Ez annyira jó. És akkor felpattad, győzik-e? Elkezdett engem körbe-körbe zavarni a... üldözni a stúdióba, és közben azt mondta, hogy mondtam neked, Bea, ne higgy a fehér embernek. Mi? Mondom, ugye ez felvételről, mert nem élő. Mondom neki, győző, kedves győző, ez nem jó. Ez a duma nem jó. Tehát én azt tanácsolom, hogy ez a cigány, magyar, fehér, ez nem vicces. Azt mondta a győző, megértettem. Akkor felvétel. Megint felállt, felháborodottan, és azt mondta, hogy mondtam neked, hogy ne higgy a vágónak. Tartsanak továbbra is a DK szubjektívvel. Oké, okay, dude. Szia, Manin! Ha elfogyott a manit, csak szóljádon, ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami. A lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.